akik most kapcsolódtak be Pell Bíborossal készült interjú után, dicsértessék a Jézus Krisztus. A vonalban van a Palánki Ferenc püspökatya, és őt kérdezzük a szertartásról és a személyes emlékeiről. Itt a stúdióban nem egyedül vagyok, itt van közben Hulitka Róbert, Verceli plébános is, így beszélgetünk majd hármasban Palánki Ferenccel. Szeretettel köszöntelek. Én is szeretettel, és a kedves nézőket is. Ferenc püspökatya, mi volt a benyomásod? Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusztok! Mindörökké amen. Mi volt a benyomásod nézve a gyászszertartást? Milyen emlékek jöttek föl, még egyáltalán? Igen, hát nagyon nem tudtam követni a gyászszertartást, csak néhány részletét, illetve a Szentatyának a beszédét, abból is egy részletet, mert aztán a hivatalba kellett mennem, de tényleg az a méltóság teljes, mondhatom ezt furcsa szó ez ilyenkor, de egy ünneplése egy életútnak, egy olyan élet lezárása, illetve megkezdése az örök életnek, ami tényleg reménységgel tölti el az embereket, a hívő emberek szívét. Igen, hát ugye, igen. Ratzinger bíboros úrnak, Benedek pápának sok-sok rengeteg könyve jelent meg magyarul, és ez egyik ilyen, ez a mustármag reménye. Mm. Hát most ez a mustármag, ez most már felnőtt, és fává terebélyesedett, és gyümölcsöt termett. És igen, sok-sok madár lakik rajta, nagyon tudósok, művészek, más vallásúak, más felekezetűek, sokak a szívükbe zárták az atyát, és hogy rajta keresztül ugye a Jóisten mennyi ajándékot adott a világnak, szóval van mit ünnepelni, ahogy mondtad is. A te személyes életedhez is van köze Benedek pápának. Ha egy pár szót esetleg erről mondanál. Igen, ugye 12 évvel ezelőtt tőle kaptam a püspöki kinevezést az egri segédpüspökként, és aztán a szentelés után, püspök szentelés után májusban Ternyák érsek atyával kint voltunk, és a káplánokkal egy zarándok úton Rómába, és akkor személyesen is tudtam vele találkozni. Természetesen ez egy rövid találkozás volt, egy köszönés, érsek úr bemutatott, és az a jelenlét, az a békés, derűs, nyugodt, szelíd tekintet, amivel rám nézett, ez olyan biztatást, bátorítást adott, ami tényleg nagy élmény volt számomra. Valahogyan az az érzés töltött el, és az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen csodálatos, hogy Szent Második János Pál pápa a személyiségével tényleg föl tudta emelni a magasságba Istenhez az ember lelkét. Benedek pápa pedig valahogy én azt éreztem, hogy ő meg lehozta hozzánk a misztériumot, és érthetően megfogalmazta. Ez a zseniknek a sajátossága véleményem szerint, hogy nagyon mély dolgokat, nagyon bonyolult, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, dolgokat, isteni dolgokat egyszerű, tiszta, világos szavakkal ki tud fejezni. Hadd mondjak egy példát, ami nagyon megfogott engem, az egyik papoknak írt levélben, ugye a papság megszentelődésének ünnepét, azt hiszem ő vezette be Jézus szíve ünnepére, és egy üzenetben így fogalmazott, hogy tárjuk Jézus elé a sebeinket, hogy meggyógyítsa, hogy aztán elámuljunk megváltott emberlétünk örökké tartó új csodájával. Hát ebben benne van minden. Annyira megjegyeztem ezt a mondatot, és azóta is, amikor megyek gyónni, akkor mindig ez van bennem, hogy hát oda kell tárni, és akkor utána megint jöhet az ámulat, hogy,
hogy elámulhatok az örökké tartó útszadán. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Csak ennyi, hogy tényleg egy csodálatos. Aztán utána persze találkoztam többször is vele, amikor Rómában jártam, és tényleg egy fantasztikus életmű, amit ő az asztalra, az egyház asztalára letett. Erdő Péter bíborosul így fogalmazott, hogy talán főműve a názáreti Jézus. Én is ezt gondolom, csak nem feltétlenül a könyvre gondolok, mert az is, a könyv is, de maga az, hogy öltsétek magatokra Krisztust. Tehát az ő főműve az, hogy ő és olyan szép összefoglalása is ennek, hogy az a végtelen egyszerűsége, amivel nap 24 órájában igyekezett jelen lenni Jézus számára, hogy az utolsó szavai is ugye róla szóltak, hogy Jézusom szeretlek. Igen, hogy Jézusom szeretlek. Igen. Püspök atya, most Rómából is vannak bejelentkezések, és éppen jelezték, hogy jó lenne hívni, éppen említetted Erdő bíborost. Én köszönöm szépen a hozzájárulásodat. Ennek a mostani adásunknak elsősorban, vagy a beszélgetésnek elsősorban a célja, hogy minél személyesebbé tegyük, hozzuk le a mindennapi életünk szintjére Ratzinger bíborosnak, illetve Benedek pápának az alakját, a küldetését. Míg most kapcsolják Rómát, akkor Robi atyát hadd kérdezzem, hogy van-e valami jó kívánságot Ferenc atya felé? Jól ismeritek egymást. Hát ezt így személyesen nem találkoztunk, de természetesen mindannyiunkban úgy gondolom, hogy most a feltámadás reménye az, ami erősödik, illetve amit az imént ugye Palánki püspök atya is említett, a mustármag reménye az, ami itt már beteljesedésé válik, és én igazából azt kívánom mind a nézőknek is, azoknak is, akik kint voltak a temetési szertartáson, hogy ezt a reményt tudjuk élni. Köszönöm szépen, és akkor megkaptuk a jelzést, hogy Veres András püspök úr már a vonalban van, és várja, hogy bekapcsolódjon a beszélgetésbe. Köszönöm szépen, kedves Ferenc püspök atya, a hozzájárulásodat, és akkor, ha lehet köszönteni, most már a vonalban van András püspök úr, akkor őt szólítom is meg. Mindörökké, amen. Ketten ülünk a stúdióban, Hulitka Róbert atya is, és így várjuk, hogy valami személyes benyomás, most voltál, vettél részt a gyászszertartáson, hogy mi volt az, ami a leginkább megfogott benne? Óhatatlanul az emberben feltolódtak azok az emlékek 2005-ből, amikor Szent Második János pápát a temetésén vehettem részt. A nagy különbség az volt, hogy most hűvös volt, akkor gyönyörű, szikrázó napsütés volt, de hála Istennek, mint akkor, most is nagy számban vettek részt, nem csak papok, püspökök, bíborosok, hanem hívek is a temetési szertartáson, ami a maga egyszerűségében, ahogy a elhunyt pápa kérte, de mégis ünnepélyes formában, úgy gondolom, hogy mindnyájunkat imádságra hangolt, és egy nagyon bensőséges eseményé vált. Ami még esetleg külön megemlítésre méltó, hogy bizonyára az egyszerűséghez ez is hozzátartozott, hogy egy nagyon egyszerű koporsója volt a Szentatyának, amelyben kihozták, illetve fölravatalozták. Ez a mai korban azt gondolom, hogy mindenkit megérint, mert hajlamosak vagyunk a temetéseket látva nagyon kidíszített koporsókat rendelni. Itt viszont ez az egyszerűség, amely sokkal inkább az imádságra hangolt, nagyon jól tudott érvényesülni.
Köszönjük szépen, Püspök atya. Nagyon eszembe hozta nekem is 2005-öt a temetést, ahogy ott skandálta a tömeg, hogy Santo Subito, és itt pedig lehetett látni, akik nézték a közvetítést a gyászszertartás alatt, hogy hatalmas feliraton hasonlóan, itt most nem skandálták, hanem a feliratok próbálták tanúsítani, hogy milyen sok ember élő szent, illetve most már hát a jó Istenhez távozott szentnek tekintik. De bekiabálások is voltak? Hangos rigmusokban elhangzott, hogy Santo Subito, jól lehetett hallani a téren, egy bizonyos irányból érkezett, gondolom ugyanazok a csoportok tartották a transzlamunk is a kezükben. Igen. Köszönöm szépen, és akkor további jó utat, illetve római tartózkodást, és majd itthon akkor szeretettel várunk. Köszönöm szépen, dicsértették Jézus Krisztus. Mindörökké, a várják Rómában most ketten is a hívást, és egy külön beszélgetésként, rövid beszélgetés Erdő Péter bíboros atyával és Tóth Tamással, a püspöki kar titkárával. Addig, amíg megérkezik a hívás, hadd kérdezzem Robi atyát, hogy te nézve a szertartást, úgy van valami, ami úgy külön felerősödik benned? Már a szertartás elején is volt egy nagyon erőteljes meghatottság bennem. Nyilván, egyébként ugye nyilván a gyász folyamatban is az elején még szinte föl se fogja az ember, hogy mi történik, és valahogy tényleg a temetés az, amikor előtorulnak az érzések is, és nem csak az értelemnek a helyzetei, és hogy igazából itt én is volt, hogy így meghatódtam többször. Nyilván ez nehéz, hogy közben próbáljuk a szentmisét tolmácsolni a kedves nézők felé, és akkor így nem szabad elérzékenyülni, de gyakorlatilag mégis ezt tapasztaltam így magamban, hiszen tényleg olyan, mintha atyánkat veszítenénk el, mi így papok. Illetve így gondolom, hogy a hívek is, hiszen akárhogy is nézzük, a Szent Atya is, a mi atyánk, úgymond nem vér szerinti kötelékként, hanem ebben a lelki értelemben vett kötelékben, és számomra nagyon megható is volt maga a szertartás. Nagyon fölemelőek voltak azok a requiem éneknek a felcsendülő sorai. Nem baj, ha mostan megkérem, hogy majd folytassuk, mert Tóth Tamás titkár közben a vonalban van, és egyébként, hogy hát nem vér szerinti apánk, de Krisztus vérében összetartozva vér szerinti. És akkor kedves Tóth Tamás atya Rómából, nem tudom, hogy hallasz-e, mindörökjelmen jó hallani, és honnan vettél részt a szertartáson, merre fele, ahol ültél, ott mit láttál, tapasztaltál, mi van most benned? Több más magyar paptestvérrel együtt a koncelebráns atyák között ültem én is. Több ezer pap jött össze koncelebrálni, részt venni a Szent Misén, végső búcsút venni 16. Benedek emeritus pápától. Számomra ezek a pápai szentmisék mindig annak a jelei, hogy az ember itt meg tudja tapasztalni azt, hogy valóban egy világegyház részeiként vagyunk magyarok, és ez ezen a temetési szentmisén is így volt. Nagyon sokan jöttünk össze a világ különböző részeiről, illetve azok a papok, paptestvérek, akik Rómában tanulnak a világ különböző tájairól, hogy együtt imádkozzunk Verhunyt Szentatyáért és az egész egyházért. Köszönöm. Van-e neked személyes emléked Benedek pápával kapcsolatban, vagy Ratzinger bíborossal kapcsolatban? Az első találkozásom vele az még papdövendék koromban volt, amikor a Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke voltam, és akkor még Ratzinger bíborosként eljött hozzánk, és tartott egy előadást. Az volt az első ilyen személyes élményem vele. Aztán később, amikor
2011-től Rómában voltam, a Pápai Magyar Intézet rektoraként, akkor több alkalommal is volt lehetőségem vele hivatalos alkalmakkor találkozni. Mindannyian egy mély tisztelettel, nagyra becsüléssel tekintettünk a személyére, amikor megjelent ott közöttünk. Kétségtelen, hogy egy olyan személyiség volt, akinek az intellektusa, a megjelenése az valóban tiszteletet parancsolt a szónak a legszebb és legnemesebb értelmében. Palánki püspök atya egy pár perce mondta, hogy míg ő Szent II. János Pállal kapcsolatban azt írta meg, hogy fölemeli a mennybe, addig Benedek pápával kapcsolatban az volt az érzés, hogy lehozta neki a mennyet. Mondjuk így a személyes Isten kapcsolatodban van-e valamiféle reflexiód Benedek pápára vonatkozólag? Előbb említetted a szellemiségét, a szellemi nagyságát, és így a lelki szempontból hogyan éled meg őt? A názareti Jézusról szóló trilógiája, illetve az írásai azok mind a mai napig, és ez valószínűleg később is így marad az életemben, olyan írások, amelyekhez vissza tudok nyúlni. Prédikációíráskor, elmélkedéskor, olyan időtálló gondolatok vannak az ő írásaiban, amelyeket úgy gondolom, hogy nem csak most, nem csak 10 év múlva, de 200 év múlva is idézni és használni fognak. Én azt hiszem, hogy 16. Benedek pápának, illetve József Ratzingernek az egy hatalmas karizmája volt, hogy szabad így fogalmazni, az örökké valóságnak ír olyan teológiai mondanivalója volt, amely mindenkorban elővehető és aktuális marad. Én legalábbis ezt érzem az ő írásaival, az ő meglátásaival kapcsolatban. Köszönöm szépen, és akkor a budapesti találkozás reményében nem sokára megköszönve a hozzájárulásodat, hogy tényleg személyes legyen ez az emlékezés, akkor el is köszönünk. Biztos, hogy jó sűrű most ott a programod. Köszönet, hogy vállaltad, hogy kötélnek állsz. Én köszönöm nagyon. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörök ilyen nem. És akkor itt a stúdióban most a következő vendégünk majd telefonon lesz nem sokára, nagy valószínűséggel Erdő Péter bíboros atya. Addig, ha valami úgy ismét folytatnád, előbb közbe vágtam a benyomásaidról beszámolódat. Tehát a maga a szertartás számomra is ugyanez a egyszerűség rajzolódott ki, ami nagyban segíti szerintem a gyászt is. Úgy gondolom, hogy van egyfajta, hogy mondjam, az elvesztés fájdalmában van egyfajta beszűkülés annak vonatkozásában, hogy mit veszünk észre, és szeretnénk a szépet észrevenni. Most már hallja a te szavaidat Erdő Péter bíboros atya, aki a vonalban van. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Péter atya! Na, köszönet, hogy ebben a sűrű eseménysorban van időd erre a telefonra. Mit szeretnél, vagy mit osztanál meg szívesen a mai délelőtről, illetve Benedek pápával kapcsolatban? Tudom, nagyon mély, erős kapcsolat volt szellemileg, lelkileg is vele. Mit osztanál meg szívesen? Magam is jártam a rabatalán, mert imádkoztam a közelében, aztán ma reggel, a szentmise előtt már koporsóban újra ki volt még téve a teste, ott is tudtam még imádkozni mellette. Magán a szertartáson a koporsó ugyanúgy volt kihelyezve, körülbelül II. János Pál temetésén, tehát rajta volt egy nyitott könyv is. Azonban, bár egy kis tél volt, de olyan erős nem, hogy megfordította volna a lapot. Tehát a tél nem lapozott ebben a könyvben, amiben ezek pár a koporsójára volt téve. A tér nagyon sűrűn tele volt emberekkel, a Szent Péter tér, de ugyanígy a bazilikának a feljárója is, bíborosok, püspökök százai, papok ezrei,
és az államtitkárság épületéről is a tetőről rengetegen nézték, kísérték a fertartást. Maga a Via della Conciliazione is a járdák oldalán egészen a Tiberisig tele volt, középen csak azért nem, mert ott a biztonsági erők fenntartották a helyet, tehát nem engedték a tömeget oda. Viszont hát a Szentpéter tér az valóban teljesen zsufolásig megy. Tehát azt hiszem, hogy nagyon sokan, talán a hívő katolikusoknak a nagy többsége az úgy érezte, hogy közel áll a szívéhez Benedek pápa, és a veszteség a pápának az elhúnyta, az azt jelentette, hogy igen, egy nagy teológus elment közülünk, de a műveit itt hagyta, a szellemi örökségét itt hagyta, és akit képviselt, Jézus Krisztus és az ő tanítása, ő pedig ugyanaz tegnap, ma és mindenekké. Tehát ezt az érzést sokakban felfedeztem. És hát természetesen a szertartás közben Ferenc pápára is terelődött a figyelem, hiszen ő kezdte el a szentmisét, ő volt az, aki a szentbeszédet mondta, és a szentmise után a temetési szertartásnak a könyörgési részét, a szöveget, azt is ő végezte. És ugye a történelemben talán az első, illetve hát az első pápa, aki egy másik pápát temet. Hát mondjuk egy volt pápát. Igen, igen, emeritus. Igen, 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 igen. Igen. Megkockáztattad korábban, hogy talán korunk legnagyobb teológusának nevezted Benedek pápát, hogy ha azt kellene mondani, hogy a te meglátásodban mi a teológiában a legfontosabb, amitől nagy lesz egy teológus? Mert sokan vannak, akiknek hatalmas nagy gondolataik vannak, képesek nagy szintéziseket létrehozni, de mi az a plusz, amitől valaki igazán nagy teológus, elkezdték mondani, hogy nagy Benedek pápa, ugye még nem nagy Szent Benedek pápa, de hogy már ilyenek is lehet olvasni. Tehát ha úgy arra gondolsz, hogy mert a te írásaidban is nagyon sokszor felfedezhető az az egyszerűség a legkomolyabb dolgokkal kapcsolatban is. Tehát hogy te hogy mondanád egy-két mondatban, hogy a teológiában mi a legfontosabb? A katolikus teológiában a nagyságnak az ismérve nem az, hogy minél több újat mondjon valaki. Tehát ilyen értelemben mondjuk különbözik a természettudományi kutatásoktól. Persze az sem áll, hogy pusztán az lenne a nagy tudós, aki sokat tud. Ez egy régi tudás eszménynek esetleg megfelel. Na most Benedek pápa esetében az a nagyságnak a lényege, hogy rendületlenül képviseli a Jézus Krisztusra visszamenő egyházi hagyományt, az egyház hitét, de ezt nem formalista módon, hanem az élő hagyománynak a figyelembevételével. Én jártam például Regensburgban, az ő dolgozó szobájában a könyvtárát láttam, valóban a egyházatyáknak, a középkori nagy teológusoknak a művei a legjobb kritikai kiadásban voltak ott, és ez a része is fontos a dolognak, tehát ő a segédtudományoknak az eredményeit azt nagyon is elevenen követte. Tehát amit ő mondott, annak meg kellett felelni a legkritikusabb történettudományi és irodalomtudományi szempontoknak is. Ugyanakkor egységes egészként adta elő a hitet, és ez is igaz, hogy általában igen érthetően adta elő. Na most ez a következetesség, meg a finom különbségtételnek a képessége, szerintem ezt tette őt nagyjá. Köszönöm szépen. És akkor megyünk tovább, elköszönünk tőled, és további jó egészséget, utat, és akkor itthoni találkozás köszönöm. Reményében. Köszönjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki, amin.
A következő vendégünk a terv szerint ilyen fél, negyed egy körül, ami most már éppen van, Vercse Márta Rómából, ő várja a hívást, amíg kapcsolják, esetleg megint ott az előbb folytattad a benyomásodat, ami jó felvezetés volt Tamás, Tóth Tamás atyának is. Van-e valami még, amit úgy szívesen mondanál a szertartással kapcsolatban? Maga a szertartás, ugye tényleg, amit hangsúlyoztam is, az egyszerűségével is, de ugyanakkor mégis a következetes, ahogyan mint Bíboros úr is mondta, a teológiájában is megfigyelhető Benedeknek ez a következetesség, ez a nagyon egymásból következő szigorú koherencia, nagyon szigorú összetartó elv, és ez az, ami betöltötte szerintem a homíliát is, ami szintén egy egyszerű volt, amit Ferenc pápa megfogalmazott, de ugye következetes mégis, és ugyanakkor maga a liturgia is, szerintem az összeszedettségről, illetve az együvé tartozásunkról, az egységünkről szól ebben az esetben, hogy együtt imádkozik az egész világ. Most azért, hogy ha megérkezett az örökkévalóság országába, mint ahogyan a boldogok és szentek, akkor imáival segítsen bennünket, ha pedig esetleg ideigtartó büntetését tölti, akkor pedig annak minél előbb vége legyen. És hogy igazából ez a mi gyászunkról is, elveszítésünkről is szól, hogy persze még adhatott volna sokat Benedek, és nagyon sokat adott is nekünk, nem csak a műveivel, hanem azzal, ahogyan alázatosan megélte az utolsó majdnem egy évtizedét. Ezzel is nagyon sokat adott szerintem ennek a világnak, amely világ nagyon sok esetben ilyen sztereotípiákban gondolkozik. Ez is fontos, hogy ez a liturgia is nagyban, még Benedek esetében is nem a pompáról, a hatalomról, arról szól, amiről a világ gondolkozik, hanem igazán a krisztusi szolgálatról, a krisztusi alázatról, egyszerűségről. Azt gondolom, hogy erről Vercse Márta is, aki már a vonalban van, tud mondani az egyszerű közvetlenségéről a Szentatyának. Hogy köszöntelek, kedves Márta, a vonalban. Én is köszöntelek téged és a kedves nézőket és hallgatókat is. És Robert atya is itt van, ketten ülünk a stúdióban és hallgatunk figyelmesen. Említetted, hogy nagy benyomást tett rád az, amikor az magyar 1956-os forradalomnak az 50. évfordulójára Benedek pápa írt, üzent. Beszélnél erről egy kicsit nekünk? Igen, természetesen, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy felidézhetem ezt a nagyon szép emléket, az egyik legkedvesebb emlékem, ami 16. Benedek pápához fűz, hiszen 2006. november 8-án részt vettünk a szerda délelőtti általános pápai kihallgatáson. Mi kértük ezt a lehetőséget, hogy az első sorban foglalhassunk helyet, és köszönthessük személyesen is a pápát, hiszen meg akartuk neki köszönni nem csak a saját magunk, hanem az összes magyar hívő nevébe azt a szép és mélyreható üzenetét, amelyet az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából intézett az akkori köztársasági elnökhöz, Sólyom Lászlóhoz, és ennek tényleg olyan sok jelentős mondata van ennek az üzenetnek, hogy szerintem még mai napjainkra is érvényes és örökérvényű. Először is felidézte személyes emlékeit és érzelmeit, amit akkor, mint fiatal átélt az 56-os események során, és ami az egész Európát szinte megrendítette, mert egy váratlan dolog volt, hogy egy ilyen kis nép egy ilyen hatalmas erővel szembe merjen szállni. És nagyon méltatta üzenetében Budapest bátor népét, amely bátor volt ahhoz, hogy egy olyan elnyomó rendszerrel szembeszálljon, amely nem tartja a tiszteletben a magyar nemzeti értékeket. Ebben az üzenetben felidézte elődjének a megnyilvánulásait is, hiszen tudjuk jól, hogy 12. Pius pápa is mindig erőteljesen képviselte a magyar híveknek az érdekeit, és négy alkalommal is megemlékezett a forradalomról.
és arra hívta fel a nemzetközi közösséget, a világ politikusait, hogy ismerjék el Magyarország jogát az önrendelkezéshez. Ezután pedig többek között Ratzinger pápa felidézte az 1000 éves kapcsolatot, ami az általa nemes magyar népnek nevezett Magyarország és apostoli szentszék között fennáll, idézte a pannon szenteket, és az egyik fontos megállapítása az volt, ami szintén örökérvényű és napjainkra is érvényes, mert megfogalmazta a kereszténység és az állam laicitása közötti kapcsolatot. És ebben azt hangsúlyozta, hogy az állam törvényes szervezetének mindig tiszteletben kell tartania a természet törvényt és a hiteles nemzeti értékeket, és ehhez kapcsolódnak a hívőknek azok az értékei, amelyeket a kinyilatkoztatás során kapott igazságok jelentenek. Tehát azt is elismerte, hogy a magyar állam ennek a keresztény felfogásnak a jegyében született, és van jelen a történelem színpadján most már több mint 1000 éve. Nagyon szép kívánsággal zárta ezt az üzenetét, amiben azt írta, hogy őszinte szívvel ismétlem meg jó kívánságomat, hogy Magyarország szabad jövőt építhessen, amely mentes bármely elnyomástól és ártalmas szellemi behatástól. Úgyhogy ezt szerettük volna neki. Igen, ezt szerettük volna neki megköszönni, kifejezni a hálánkat, és egy olyan albumot ajándékoztunk neki, amely az 56-os forradalomnak a képeit tartalmazta, Erich Lessing felvételeit. Először nem csak az 56-os forradalmat, hanem az azt megelőző magyarországi életről szóló képeket, magát a forradalmat, és utána az elnyomás képeiről is volt egy-két megrázó erejű felvétel. És ezt akkoriban adták ki pontosan az 50. évforduló alkalmából, egy nagyon szép nagy album. Szövegek is kísérik a fényképeket, és mikor átadtuk a könyvet, és először is egy üzenetünket, amiben fölírtuk, hogy Hungária Semper Fidelis, úgyhogy ez most különösen a mai latin nyelvű temetési szertartás után szintén egy kapcsolat, ami nagyon szép és megható volt az egész. Gondolom, hogy mindenki látta, aki a című sorozatokat követi, és közben lapoztuk ezt a könyvet, és az egyik oldalon Mincenti Bíboros képe volt látható, ami után a forradalmáról kiszabadították őt a rabságból, és kifejeztük a kívánságunkat Benedek pápának, hogy szeretnénk minél előbb a boldogok között tisztelni herceg primásunkat. Ő nagy elismeréssel szólt róla, hiszen személyesen is találkozhatott vele Regensburgban 1974-ben, amikor ott a herceg primás beszédet mondott. Egy másik kötetet is ajándékoztunk neki, a Szent Erzsébet év alkalmából, amire szintén 2007-ben került sor, ugye születésének 800. évfordulóját ünnepeltük, és az már akkor nagyon közel álltunk ehhez az évfordulóhoz, és a közös szentünként mutattuk be neki Szent Erzsébetet, hiszen Árpádházi Szent Erzsébetet a német nyelvterületen türingiai Szent Erzsébetnek nevezik férje révén, úgyhogy ez is nagyon meghatotta őt, és örült neki, és ez az végtelen nagy egyszerűsége, ugyanakkor tudjuk jól, hogy milyen fantasztikus tudással rendelkezett, de olyan egyszerű volt, és közvetlen, és ez tényleg felejthetetlen emlék volt számunkra, és reméljük, hogy az üzenete az megmarad a magyar hívek emlékezetében. Köszönöm szépen. Van-e még valami olyan, ami a személyes találkozás szintjén és a személyes kapcsolat szintjén úgy fontos és szívesen megosztanád? Majd a Vatikáni Rádióban való látogatásról majd munkatársadat fogjuk kérdezni. Igen, tehát ha esetleg valami más van még. Ilyen. Hát sajnos én személyesen ezzel csak a két alkalommal találkoztam vele, amikor először fölkereste a rádiót, amit majd Ági mesél el részletesen. Egyébként hozzáteszem, hogy ezt a Szent Erzsébet könyvet is ő nyújtotta át személyesen a pápának, úgyhogy sok kép van róla, amit szintén nagy szeretettel őrzünk. És egyébként pedig hát a személyes kapcsolat az mondjuk csak ilyen egyoldalú volt olyan szempontból, hogy ugye én 83-ban kezdtem el a Vatikáni Rádióba a munkámat, és mai napig is nagy örömmel
külsősként még közreműködök, és számtalan alkalommal volt rá, tehát le kellett fordítanom a különböző beszédeit, megnyilvánulásait, homiliáit, úgyhogy ezekre emlékezem, hogy mennyire kristálytisztán fogalmazta meg a gondolatait, milyen mélyreható volt, tehát ez csak az én részemről, egyébként személyesen máskor nem találkoztam vele, és a beszédeibe mindig említette a különböző veszélyeket, amelyik fenyegetik a világot, és nagyon sokszor beszélt az úgynevezett relativizmusról, és akkoriban még nem nagyon értettük meg, hogy mi is az a relativizmus, ami annyira fenyegeti az emberiséget, de valóban utólag ez is bebizonyosodott, hogy ha nincsenek szilárd támpontok, és nincsenek szilárd igazságok, amire építhetjük az életünket, a keresztény hitünket, akkor az egésznek nincs értelme, akkor minden relatívvá válik, úgyhogy ezt is nagyon jól meglátta ő előre. És a másik pedig hát az, amit szintén még mindig csak a magyar forradalommal kapcsolatban mondott, 2007-ben, ugye, mikor január elején a szokásnak megfelelően a pápák mindig fogadják a szentszékhez rendelt diplomáciai testületnek a tagjait, és akkor sorra veszik az elmúlt évnek az eseményeit kontinensekként, és amikor az európai kontinensről beszélt, akkor szintén felidézte a magyar forradalomnak az 50 éves évfordulóját, és annyira a szabai akkor is annyira, amiket akkor mondott, azok mai napig is érvényesek, mert ugye a békére szólított föl, hogy felejtsük el ezeket az úgynevezett befagyasztott konfliktusokat, tehát félt attól, hogy ezek a konfliktusok egy idő múlva kirobbannak, és azért figyelmeztette az embereket. Kedves Márta, itt a stúdióban közben valaki nagyon bólogatott, miközben hallgattad a 2007-es üzenetet. Megérkezett Érszegi Márk Aurél, Valásdiplomáciai főtanácsadó. Szeretettel. Egy mondattal, igen. És akkor befejezem, és átadom neki a szót, aki a legkiválóbb szentszéki szakértő, hogy 2007-ben csatlakozott Bulgária és Románia az Európai Unióhoz, és a pápa megállapította, hogy ezek nagy keresztény hagyományokkal rendelkező országok, és ennek kapcsán megint csak leszögezte, hogy az emberi méltóság alapját képező alapvető értékeket kell megvédeni, mindenképpen a különös tekintet a vallásszabadságra, az egyházak intézményes jogaira, és itt is ebben a beszédében is hangoztatta a nemzetek Európája fogalmat, a népek Európáját, és ehhez tagadhatatlanul hozzájárul a kontinens keresztény öröksége. Köszönöm szépen, kedves Márta, és akkor én további szép római délutánt a családoddal. Ez még mindig Benedek pápa jegyébe zajlik itt az egész környéken, csodálatos volt a hangulat, és nagyon megható volt, hogy nagyon sok fiatal jött el az ország másik végéből, teljesen spontán, minden szervezés nélkül, csak fiatal csoportok, mert tanúskodni akartak arról, hogy mennyire szeretik Benedek pápát. Köszönöm, nagyon jó, hogy ezt még hozzátette. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. És akkor, kedves Márk, Isten hozott. Honnan is érkeztél most ide? Dicsértessék Jézus Krisztus. Én a Hír TV-ből érkeztem, ott segítettem az élő közvetítésnél, és számomra az az egyik legmegdöbbentőbb, hogy 10 évvel a lemondása után 16. Benedek pápa mennyire érdekli az embereket. Nem csak az, amit Vercse Márta mondott az imént, és nagyon örültem, hogy hallottam a hangját, hogy kint fiatalok mi nagy számban mentek el most a 16. Benedek temetésére, de itthon is azt látjuk a médiában, hogy igenis érdekli őket Benedek pápa, és nem csak azért, mert egy ilyen érdekesség, hogy egy emeritus pápa volt, és akkor most eltemetik, hanem egy érdemi, tartalmi érdeklődést látok, ennek nagyon örülök, bevallom, nem gondoltam volna, hogy ez így lesz, és hát éppen ezért nagyon örülök, hogyha így lehetőség nyílik beszélni róla. Köszönöm szépen, és akkor mindjárt hadd kérdezzem először talán azt, hogy a még ugye a szertartáson, ha így visszagondolunk rá, mi az, ami úgy számodra úgy különösen is kiemelkedik. Tudom, hogyha kommentálja az ember, ott van, az nagyon nehéz úgy bekapcsolódni, de talán az úton fél óra alatt, míg ideértél, valami lesz üred.
Valóban, de hát igyekeztem hát nyomon követni a képernyőn a szertartást, és hát persze, hogy megindító volt, és hát különösen, amikor az emberekre összpontosított a kamerát, lehetett látni, hogy ők tényleg gyászolnak. De valahogy keresztény gyászsal, tehát egy reményteli gyászsal. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amikor Benedek pápa koporsóját viszik be a bazilikába, és megállnak vele Ferenc pápa előtt, és ő megfogja, megérinti a koporsót, és egy csendes imádságot mond elődje koporsójánál, ez olyan Ferenc pápás volt. Egy olyan, ő gesztusokkal szeret főleg kommunikálni, én azt hiszem, hogy ez az ő pápaságának a fontosabb képei között marad meg mindannyiunkban, és szerintem arra utalt, vagy azt fejezte ki, amit ő korábban mondott, hogy azért örült 16. Benedeknek, hogy ott lakik a Vatikánban, mert ez olyan, mint egy kedves nagypapa ott lenne a házban, mindig lehet hozzá fordulni, tanácsért mindig lehet vele konzultálni, és ő ezt főleg az első években meg is tette. Most ekként búcsúzott. Tehát ettől a szeretett nagypapától, miközben látta, hogy nem csak ő, hanem az egész egyház milyen szeretettel veszi körbe 16. Benedek pápát. Ezt a jelenetet is majd bejátszák még a stúdióban, illetve este 8-tól lesz az ismétlés a gyászszertartásnak, úgyhogy ha valakinek van ideje, azt lehet majd újra nézni. Van erős személyes belső érintettséged is Benedek pápa tanúságtétele élete szolgálatával kapcsolatban. Nagyon mindig nagy tisztelettel hallottalak róla beszélni, és hogy sokat adott neked, és ad. Ha esetleg valamit megosztanál abból, hogy mi is ez a kincs. Hát, atyám, azt hiszem, ez itt a legalkalmasabb hely, hogy itt erről beszéljek. Tulajdonképpen 16. Benedek pápa, hogy megragadott rögtön megválasztásakor. Tehát én bíboros korában nem annyira ismertem, hát tudtam, hogy ki ő, meg figyeltem. De amikor őt megválasztották, akkor a Magyar Püspöki Konferencia akkori tévéreferense, néhai Pálkozdi István atya megkért engem, hogy én is menjek be a stúdióba, és segítsek a tolmácsolásban. Ugye? Hogy ilyenkor biztos mond majd valamit a Szentpéter Bazilika erkélyéről, az újonnan megválasztott pápa, nem tudjuk, hogy ki lesz, de valószínűleg olaszul fog beszélni, akkor menjek és működjek ebbe közre. Úgyhogy ott lehettem a tévében, élőben közvetítettük Benedek pápa első szavait, első Urbi et Orbi áldását. Így ezek az első szavai, hogy az Úr szőlőjének alázatos munkását választották meg most a bíboros atyák az egyház élére, és hogy csak annak tudatában vállalja ezt, hogy az Úristen elégtelen eszközökkel is képes működni az egyház java érdekében. Ezek úgy nagyon bennem maradtak. Igen, a képernyőn közben a nézők látják a megválasztásának a pillanatát, illetve... És ettől kezdve, hát nyomon követtem az ő pápaságát. Sőt, amikor elindult a következő évben a Mária Rádió Magyarországon, akkor megkértek, hogy ott vegyek részt ennek a műsor folyamában, és akkor Vatikáni Figyelő címmel indítottam egy ilyen kifejezetten a Vatikánra, és így Benedek pápára fókuszáló műsort, amit aztán később is tartottam, ilyen heti rendszerességgel, úgyhogy jó értelembe véve kénytelen voltam nyomon követni az ő pápaságát és tanítását, és azt mondhatom, hogy ez nagyon gazdagított. Szellemileg, de lelkileg is. És amikor aztán munka miatt kint voltam Rómában, ugye, és alkalmam nyílott elmenni az ő ünnepi szentmiséjére, ezt mindig nagyon szívesen megtettem. És utána jöttem ki, és azt mondom, hogy haza kell mennem, és átolvasni még egyszer a szentbeszédét, mert olyan gazdag volt, és olyan tartalmas volt. Tehát kifejezetten bennem volt egy ilyen vágy, hogy újra és újra elolvassam, azon túl, hogy maga a szertartás, ahogyan celebrálta, az akkora élmény volt, lelki élmény volt, hogy ezt mindenképpen fontosnak tartom itt kiemelni.
Köszönöm. Említetted, hogy szellemileg és lelkileg, ezzel szeretném is folytatni, hogy, hogy a szellemi érintettség a Jóisten részéről Benedek pápa által, hogy ez a rész, és talán egy kicsit utána majd a lelki érintettség, de akkor Rövi atyát hadd kérdezzem, nagy könyvekkel érkeztél, és vannak-e benne jelek, és talán itt éppen a szellemi üzenetek Benedek pápa életével, szolgálatával, az Úr szőlőjének alázatos szolgálójával, hogy mi az, amit hoztál, amit szeretnél megosztani? Amikor a szellemi hagyatékát, illetve örökségét így összefoglalólag próbáljuk vizsgálni, akkor azért vagyunk nehéz helyzetben, mert ahogyan így ezt megfogalmazódott többekben, a telefonálókban is, illetve, tehát hogy nagyon gazdag az a kincstár, amelyet nekünk átad. Ugyanakkor végig jellemzi az a fajta alázat, az a tanítói motívum, amely megmutatkozik, például ugye magában a pápai címerében is, ugye ez a kagyló motívum, ami ugye Ágostonra utal egyfelől, ugye, hogy nem képes az emberi értelem kimerni a tenger vizét egy kis pocsolyába, és nem képes az emberi értelem felfogni a Szent Háromságot sem. De ugyanakkor a tanítónak feladata az, hogy mégis próbálja vezetni azokat a kis tanítványokat, akik mi úgymond az egész világ is ilyen tanítványai lehettünk, hogy próbáljuk valamilyen szinten ugyanazt a lelkületet táplálni, ami a tanítóban jelen van, hogy jobban megismerni, ezeket az apró mozdulatokat megtanulnia, hogy merjük ki a tudás végtelen kincstárjából azokat az apró, kicsi kis kagylónyi vízcseppeket, amelyek aztán életet adnak számunkra, hiszen ezek Krisztushoz, az élő vizek forrásához vezet bennünket. Számomra egyébként egy nagyon meghatározó az első műve, hogyha így a szellemi hagyatékát nézzük pápaként, ugyanis még én szeminarista voltam, amikor őt pápává választják, tehát azzal még ugye emlékszem, hogy a szemináriumban, az egri szemináriumban a közvetítésben próbáltunk technikát biztosítani, hogy tényleg tudjuk közösen nézni először Szent II. János Pál pápának a temetését, amelyben már ott van aztán a pápa választásnak a eredmény hirdetését, hogy így szabad mondani. És én akkoriban 2004-2005 között választottam a papi jelmondatomat, ami pedig ugye szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. És nagyon nagy megdöbbenést jelentett számomra, amikor látom néhány hónapra rá, hogy az első szentatyai enciklikája, a Deus Caritas Est enciklika, az én jelmondatomhoz kapcsolódik, de úgy gondolom, hogy ugyanakkor azt a gazdagságot is tükrözi, amely éppen az összekötő kapocs, ami az egész teológiájára is jellemző, a szív és az értelem között. Tehát, hogy igazából nem tekinthetünk úgy az ő szellemi örökségére is, hogy az pusztán csak száraz teológiai és értelmi, racionális vizsgálódás. Ebben egy nagyon mélyen megélt alázat is jelen van, amely az élő Krisztus kapcsolatból fakad nála is. Nyilván II. János Pál pápánál is, tehát, hogy követi ugye azt az utat, és ez úgy gondolom, hogy felfedezhető egész munkássága alatt, bármelyik könyvéből, hogyha akarnék kiragadni, és még a lemondó nyilatkozatában is, hogy láttatja a világgal, amely nagyon félreérti az egyházat, félreérti Krisztust, hogy itt az alázaton van a hangsúly. Nem a hatalom elvesztésétől tart ő, hanem hogy nem tud úgy szolgálni, ahogyan az szükséges. Nincsen elég ereje a szolgálat alázatának a terhét hordozni. És kicsit érdekes egyébként ez a terhordozás, megint ugye visszautal a címerében, ugye a medve, amely hordja a hátán a puttonyt, amelyben ugye az a szent teher van, a tudásnak az a szent teher, amit ugye megoszt a tanító mindenkivel. És hogy bizony még egy medve erősségű ember is
képes elgyengülni idővel, még egy erőteljesnek tűnő személy is tud gyengévé válni, és ez nagyon komoly érték is volt az ő oldaláról, hogy még II. János Pál pápánál szemlélhettük azt, hogy egészen a halálig hordozza a gyengeségében is az egyházat, addig 16. Benedek a gyengeségében tud hátralépni, és átengedni a terhet annak, aki még tudja hordozni. Kicsit eszembe jut, és ez egy ilyen párhuzam a keresztúthoz kapcsolódóan, amikor Jézus is azt mondja, hogy nem majd én viszem, hanem engedi Cirenei Simonnak, hogy vegye át a keresztet. Mm. És hordozza itt is, kicsit Ferenc pápának átengedte. És ez egy nagyon érdekes mozzanat számomra is, hogyha temetésből szeretnék kiragadni, hogy ahogyan megérintette Ferenc pápa, ugye kicsit rá is támaszkodott a koporsóra, nyilván mert elengedte, ugye már botba kapaszkodik ő is, de hogy ő is támaszkodik Benedeknek a munkásságára, arra a sok kincsre, amelyet. És olyan szép volt, amikor kérte még a halál előtt két nappal, hogy a világegyházat, hogy imádkozzunk Benedek pápáért, akkor kihangsúlyozta azt, hogy a háttérben nagy alázattal hogyan hordozta, segítette tovább imájával és a szenvedése felajánlásával és mindennel az egyházat, illetve az ő munkáját. Elhangzott ez a nagy puttony, igen, nagy puttony, pont örülök, hogy kitettem, nem mert hogy most akkor lecsaptál rá a Spes Salvi enciklikára, hogy az a nagy puttony, amiről Robi atya az előbb beszélt, hogy ebből az igazság meg a tanítás nagy puttonyából téged mi az, ami talán éppen, nyugodtan beszélj akkor róla, az enciklikáról. Valóban a Spes Salvi enciklikája volt az, ami rám, hogy egy ilyen nagy, nagy hatással volt. De hát a címerében ez a medve, amiről Robi atya is beszélt, hát ő a Szent Korbiniánusnak a jelképe, a medve, mert ő egy München Freisingi, tehát egy bajor szent a középkorban, és az ő legendájában az van, hogy hát ez a Korbiniánus kelt át az Alpokon, és az összvérét, a teherhordó összvérét egy medve megtámadta és széttépte. És akkor a szent ráparancsolt a medvére, megszelítette, az megbánta a bűnét, viszont akkor ráparancsolt a medvére, hogy akkor most már ő vigye a málhát. Mm. És Benedek pápa ezt kicsit ilyen szellemben, lelkülettel élte meg, hogy ő igazából ment volna a maga útjára, a teológiát tudományosan művelve, de rá lett parancsolva, hogy vegye magára ezt a málhát, az egyháznak minden terhét, és előbb püspökként, majd ugye a hittani kongregáció prefektusaként, és azért ott nagyon, hát nem csak az egyház szebbik részével kell foglalkoznia, majd pedig pápaként hordozza ezt a terhet. Tehát ez nagyon is illik, nagyon is sokat mond el az ő lelkületéről ez a jelkép, a Szent Korbiniánusnak a medvéje. A Spes Salvi enciklika pedig számomra azért fontos, mert a legfontosabb dolgokról beszél, amiről az egyháznak beszélnie kell. Az örök életről, az örök boldogságról, és arról a reményről, amire hivatottak vagyunk éppen a hit miatt. Ezt magyarázza el, de úgy, hogy közben ad egy történelem filozófiai értelmezést is. És elmagyarázza, hogy miért jutottunk oda, ahol most vagyunk. Mik a csapdái a jelenkornak. Hogy amikor Istentől elszakad az ember, és a megváltást, meg a boldogságot azt egyfajta ilyen földi körülménytől várja, akkor annak milyen veszélyei lehetnek. És akkor hát levezett, hogy a történelemben milyen sok szörnyűség történt, amiatt, hogy az Istentől elszakadt ember úgy gondolta, hogy maga ura lehet, meg maga lehet a világ ura, de nem, nekünk a keresztény reményünk, amit ő itt jól bemutatott, az arra szól, megváltásra. Még egy kicsit maradnék, illetve visszatérnék a medve motívumra, mert hogy ez egy nagyon sok fele megnyithatja az embernek a fantáziáját. Arra gondolok most elsősorban, hogy
ahogy a Szent ráparancsol a medvére, és akkor az jól fog szolgálni, az ereje a jó irányba megy. Ugye, hogy ez a kereszténységen belül kezdetektől megvan, hiszen ott van Saul, aki milyen erősen, hatalmas képzetten támadja Krisztust és tanítványait, és hát aztán Isten nem azt mondja, hogy nát, akkor menj a pokolba, hanem azt, hogy hát meghívja. Tehát, hogy aki nagy rosszat is csinál, sok adottsággal, az is, ha találkozik és elfogadja Isten irgalmát, akkor valahogy hatalmas segítségére lehet az emberiségnek, mert az Isten országát, Isten irgalmát, szeretetét tudja szolgálni. És akkor ugye van erre sok példa a történelemben, hogy egyház ellenségei közül megtérnek, a Jóisten megérinti őket, és akkor nagy támaszai lesznek az egyháznak. És úgy a mai korban azért nagyon időszerű ez a dolog, mert hogy annyi ellensége van Jézusnak, és olyan hatalmas erők vannak, de hát minden erőnek egyetlen forrása az az Isten, és hogy vajon tudunk-e úgy állni Isten elé, imádkozva a világért, hogy Uram, mutasd meg, hogy engem kifelé akarsz esetleg ahhoz hozzásegíteni, hogy találkozzon veled, és aki ellenséged volt, most a javadra legyen. Tehát nem a gyűlölet, az elutasítás, az elhúzódás azoktól, akik nem jól élnek. Na, ezt csak úgy gondoltam, hogy közbe vetni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos. Itt Magyarországon is, hogy hány és hány olyan tanúságtétellel lehetett találkozni, ami valóságos volt. Tehát ugye 90 után is mondták, hogy sokan vannak a damaszkuszi úton, és hát tudjuk, hogy hát igen, vegyes volt a társaság, de sokan őszintén tértek Istenhez, és ezt nekünk nagyon-nagyon meg kell becsülni. Most nem rólam van szó, de egy kicsit azért én is hozzá szerettem volna így tenni személyesen. Akkor a szellemi kincsekből akarsz-e még mást is bányászni és megosztani a nézőkkel? Én az előtte, az általad az imént elmondottakhoz kapcsolódva szeretnék egy-két ilyen mozzanatot kiemelni pont 16. Benedek pápaságából. Hát ő, neki az egyik legnagyobb ilyen szellemi ellenfele, az mondjuk Hans Küng volt, ugye teológiailag, meg hát úgy igazából ugye szellemileg. Korábbi tübingeni társa. Így van. Tehát nem nagyon értettek egyet ugye a dolgokba, de Benedek pápa az elsők között fogadta őt négy szem közt. Elbeszélgettek. Ugye Benedek pápát még József Ratzinger, ugye hittani kongregáció prefektusaként, hát mindenki hát hitte, hogy ő itten a cenzor, meg elnyomta ilyen-olyan teológusokat az egyházban, nem engedte őket érvényesülni, meg emiatt el kellett hagyniuk a hivatalukat, a tanítást, a újságot, amit vezettek, és így tovább. De hát ezt kiválta meg a hivatal. Hát a hittani kongregációnak az a feladata eredendően, hogy azt biztosítsa, hogy az egyház nevében csak katolikus dolgokat tanítunk. Lehet kísérletezni, meg elképzelések lehetnek szabadok, hát lelkiismereti szabadságot azt az egyház sem vonja meg, de az a kicsinyek hite szempontjából fontos garancia, hogy az egyház nevében viszont csak azt, ami katolikus, ami közösségben van az egyháza. De személy szerint ő nagyon is nyitott volt a vitákra, lehetett beszélgetni, hát például ez a mozzanat is ezt mutatja be. De ott van például, amikor talán 2009-ben volt az, hogy ugye a Lefebvre érseknek a szakadár követőit, akik hát ugye szakadárok lévén engedély nélkül lettek püspökké szentelve, ezért kiközösítés alatt álltak, ő megpróbálta őket visszaterelni az egyházba, és ezért feloldotta a kiközösítésüket. Tehát tulajdonképpen egy ellenfél felé nyújtott békejobbot, és megpróbálta őket visszavezetni az egyházba. Aztán ez nem teljesen sikerült, de ez nem rajta múlott. De ugyanígy például megemlíthetnénk amikor a 2006-os Regensburgi beszéde nyomán a muzulmán világgal
komoly feszültség támadt. Mert ott félreértelmeztek, mert csak egy mozzanatra figyeltek egy nagyon komplex beszédből, ahol egyébként Benedek pápa arról beszélt, hogy a görög filozófia és örökség mennyire fontos a katolikus identitás számára is, tehát hogy ez nem olyan valami, amit le lehetne vetközni, úgymond az inkulturáció miatt, hanem a egyház számára ez egy identitás szempontjából fontos, de arról is szó volt benne, és itt hozta például azt a muzulmánok számára sérelmes megfogalmazást, hogy a hit az egy értelmes dolog. Isten az értelem istene, és éppen ezért az erőszakot alkalmazni Isten nevében, az nem összeegyeztethető ezzel az értelemmel. Ugye? És a muzulmánok, hát pláne, hogy a média ezt úgy kiragadta a kontextusból, meg hát nyilván nem mélyítette el, mert nagyon fölháborodtak. De utána a muzulmán hittudósok voltak azok, akik meglátták ebben a fantáziát. És születtek olyan kezdeményezések, hogy 138 muzulmán hittudós írt egy nyílt levelet Benedek pápának, hogy na, erről tudunk párbeszédet folytatni. Ezek ez viszont nem kerültek a címoldalra az újságokban. Nem annyira. Nem annyira, és ez a párbeszéd folytatódott is. Sőt, azt lehet mondani, hogy mind a mai napig a katolikus egyház és a muzulmán világ közötti párbeszéd az nagyban épít erre az örökségre, tehát Benedek pápának az örökségére, aki úgy tudott párbeszédet folytatni, hogy közben a katolikus egyház identitásáról nem mondott le. Igen, ez is egyik nagy öröksége, hogy a párbeszéd minden irányba, tehát a kortárs tudománnyal, a kortárs művészetekkel, a más felekezetekkel, a más vallásokkal, a nem hívőkkel, szóval hogy ez a végtelen egyszerűség, ami az ő mindennapi sok hosszú ideig tartó személyes imádságából is fakad, és hogy az Istennek az igazi, irgalmas arcát tudja minden teremtménye felé, hiszen senkit sem azért alkotott, hogy elvesse, hogy aztán ő is tehetetlen, nem tud belőle kihozni azt a jót, amit beleteremtett. Mindjárt a Rómából Gedő Ágit fogják kapcsolni, a Vatikáni Rádió munkatársát. Amíg a kapcsolás jön, addig hadd kérdezzem, hogy Robi atya, van-e neked valami idézeted, amit Benedek pápától esetleg, vagy Ratzinger bíborostól meg szeretnél osztani, hogy ne hiába hozzad a könyveket? Hát igazából tegnap is már, amikor foglalkoztunk tegnap előtti napon is ezzel a témával, akkor számomra egy nagyon meghatározó és az alázatának úgymond az egyik nagyon erőteljes visszhangja az ő lemondó nyilatkozata, amely, hogy fogalmazzam meg, nem megint csak egy nagyon sok esetben félreértett és a világ számára különböző találgatásokat eredményező megnyilatkozás volt, és úgy gondolom, hogy több szempontból is volt a világban különböző félreértés, illetve talán támadás Benedekkel szemben. Azért merem azt mondani, hogy támadások, mert például akár a Regensburgi beszédre utalunk, akár azokra a mozzanatokra, amikor gyakorlatilag ő a vallásközi párbeszédet keresi, de rámutat az igazságnak az erőteljes hangsúlyozására, ezeket a világ nagyban nem értette meg. Tehát hogy az, hogy mi igenis kitartunk az igazság mellett, kitartunk amellett, amit megismertünk és ami a meggyőződésünk, az egyben jelenti azt, hogy párbeszédet folytathatunk arról, hogy a másik hogyan gondolja ezt, de az nem jelenti azt, hogy úgymond elmozdulunk az igazságnak az abszolút pontjától, Krisztustól, aki számunkra az igazság is, és az élet. És hogy ez azért is fontos, mert amikor azokkal a támadásokkal kellett szembenéznie, hogy ezt az igazsághoz való hűségét megkérdőjelezték, akkor ő nagyon szomorú volt emiatt, illetve sok esetben meglepődött, és úgy gondolom, hogy
amit ő előre vetít, és megint csak kicsit a beszélgetéseim, amit Palán képviselő is mondott, hogy mi nem igazán lehetett érezni gyakorlatilag az ő pápaságának az idején, hogy ez hova vezet mostanra 2020-as években, amikor abszolút igazságukat is megkérdőjeleznek, tehát hogy egyáltalán olyan dolgokat, amiket már a tudomány is állít és megvizsgál és egyetemlegesek. És ugyanezt teológiai szinten is, hogy ez a kimozdulás, ez nagyon sok esetben az igazságtól, ez zavart kelt, nehézségeket szül, és ahogyan ő mégis rendületlenül kiállt emellett, az nagyon hősies. És Gedő Ági már hallgatja a szavaidat, a vonalban van, ugye, és akkor igen, az ugye a pápának a médiuma is, most már lassan majd 100 éve a Vatikáni Rádió, ahol dolgozik, és hát nyilván Benedek pápának volt figyelme arra a magára a rádióra és a munkatársakra, és Gedő Ágnes éppen ezt is talán meg tudja osztani velünk, hogy ez hogyan történt. Szeretettel köszöntelek, kedves Ágnes! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Akkor a kérdés az, hogy mi is történt, amikor a Szent Atya ellátogatott a Vatikáni Rádióba? Nekünk nagy élmény volt, és természetesen nagy megtiszteltetés, hogy 2006 márciusában eljött hozzánk, és személyesen a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségében is látogatást tett. Emlékszem, hogy nagy lelkesedéssel, izgalommal készültünk az ő látogatására, és Vercse Mártával, illetve Ipacs Katalinnal, Somogyi Viktóriával együtt feldíszítettük virágokkal a szerkesztőséget. Mártával sárga-fehér vatikáni színekben felírtuk azt, hogy Benedetto colui che viene nel nome del Signore, tehát áldott, aki az Úr nevében jön, ugye egy kis szójáték a Benedek pápa nevével. És amikor végre eljött ez a nagyszerű pillanat, akkor nagyon megilletődtünk, mert már önmagában is egy nagy dolog volt, hogy ugye bejön maga a római pápa hozzánk a szerkesztőségbe, de nem egyedül érkezett, hanem 100 millió ember volt körülötte, és így hirtelen megtöltötték azt a viszonylag kicsi helységet, ugye az operatőrök. Igen, most lehet. És egy pillanatra emlékszem, hogy volt egy ilyen kis zavar bennünk, hogy jaj, most akkor hogyan szólítsuk meg, majd mi legyen az első mondat. És ő pedig nagyon-nagyon kedves volt, és azonnal észrevette, ki van téve neki. A technika kicsit akadozik, de azért hallunk. A magyar kereszténység 1000 éves történetéről készült vatikáni kiállítást ábrázolta. Ott ugye nagy képen látszik a magyar szent korona, és akkor rögtön átvette a szót, és mondta, hogy hát igen, ez a Szent István koronája, és ugye Szent István nemzete, úgyhogy megmentette úgymond a szituációt, és akkor már mi is magunkra találtunk. Emlékszem arra, hogy mennyire átható, tiszta, meleg, jóságos volt a tekintete, ami mondjuk így a médián keresztül kevésbé jött le szerintem így a képernyőről, hogy ő mennyire egy ilyen mondjuk úgy közvetlen ember is tud lenni. Tehát kifejezetten nagyon kedves volt, és akkor adtunk neki egy CD-t ajándékba, Krisztus Európa reménye, hiszen előtte 2004-ben volt ez a Mária Celi találkozó, amire egyébként ő ment el, mert második János Pál már ugye eléggé rosszul volt. Én akkor jelen lehettem, mert tudósítottam a Vatikáni Rádiónak. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt, az első ilyen közeli találkozás vele. Aztán hát egy könyvet te adtál át neki, ugye, a Vatikáni Rádiónak a nevében. Melyik is volt ez a könyv? Igen, abban az évben még egy ilyen kitüntetett alkalom volt novemberben, 2006 novemberében, akkor volt ugye az 56-os forradalom évfordulója, amiről Vercse Márta már szólt korábban, és a Szent Erzsébet emlékév is. És akkor én azt az albumot adtam át, és ott emlékszem át a titkára, a Genszvány érsek, és ő is olyan jóságosan mosolygott, annyi szeretet volt mindkettőjük tekintetében, és igazán odafigyeltek ránk, hogy ez örökre megmaradt nekem ez a pillanat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a telefonos interjút, és hát akkor további szép délutánt, és van-e esetleg még egy mondatot, hogy mit érzékelsz a Róma népének a részéről a mai nap a gyászszertartással kapcsolatban? Hát Róma is nagyon készült erre az eseményre. Nekem is volt alkalmam ellátogatni a bazilikába, és leróni tiszteletemet a Benedek pápa, Emeritus pápa ravatalánál, ahol fegyelmezetten hosszú sorokba várakoztak az arándokok arra, hogy ők is imádkozhassanak érte. Van egyfajta megilletődöttség, egyfajta elfogódottság a rómaiakban. Nyilván nem lehet ahhoz hasonlítani, mint ami 2005-ben volt, II. János Pál pápa halálakor. Akkor az egy döbbenetes emlék volt nyilván a 3 millió zarándokkal, és akkor tudom, hogy ott az emberek sírtak az utcákon, és mi magunk is, nem csak a szerkesztőségben, hanem családban is. Nyilván itt az, hogy már 10 éve visszavonult Benedek pápa, egy picit fölkészítette a lelkeket arra, hogy ő eltávolodik, hogy ott csöndben, úgymond magányban, de imádkozik értünk. Nagy biztonsági készültség jellemzi a várost, helikopterek köröztek felettünk. Ugye elég nehéz eljutni ilyenkor a város egyik pontjáról a másikra, külön térképeket adtak ki arra vonatkozóan, hogy hogyan járnak a buszok, hol vannak rendőri, illetve egészségügyi pontok elhelyezve, hogy segítsék az arándokokat, de úgy tudom, hogy egyelőre semmi fennakadás nem volt. Köszönöm szépen még egyszer akkor a bekapcsolódásodat, a személyes hozzájárulást ehhez a gyászszertartás utáni beszélgetéshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen. Köszönöm szépen! Ez a, miről itt most így szó is volt, Ági is beszélt, hogy a 10 év, és hogy imádkozik értünk, és nem látjuk, a háttérben van. Nagyon fontos ugye a szentek közössége. Tehát az, hogy ha valakinek megfogynak a fönn az erői a szolgálatban, az nem jelenti azt, hogy ezzel vége, hanem hogy a Jóistenhez térve valahogy megújult és kiteljesedett társa lehet a föltámadt Krisztusnak, hiszen a fűben, fában, nem csak a földi fűben, fában adja a Jóisten az orvosságot, hanem a megdicsült egyháznak a tagjain keresztül is. Hát ezért van a szentek közbenjárása, ezért van ugye hát minden szentmisében, a szentek közösségében ünnepeljük az utolsó vacsorát. Így áttérve akkor a korábban jelzett, többször érintett már a lelki vonalra, a lelki hagyatéka a Szentatyának, hogy miben látjátok, Robi atya, te a lelki, már elkezdted az előbb is, mondtad szépen azt, hogy milyen lelki üzenete, erősítője a hitben van az ő életének. Akarsz még hozzátenni valamit? Még annyiban egészíteném ki így a telefonhíváshoz kapcsolódóan, hogy szerintem nagyon-nagyon meg nem értett volt a világ számára az ő jelenléte. Akik találkoztak vele nyilván, vagy a közvetlen környezete, azok, akik mélyebben akarták megismerni a tanítását, jobban körvonalazódott az a kép, amely alapvetően az alázatról szól. Amellett, hogy nyilván egyébként megvan benne az ősök iránti tisztelet, például a tradícióhoz való ragaszkodás és hagyományok megőrzése. De emellett kezébe ves kis cicákat és megsimogatja őket, nagy-nagy szeretettel fordul oda ő is a fiatalokhoz, illetve a gyermekekhez. És ezek a képek együtt alkotják azt, ahogyan az ő szellemi hagyatékában megmutatkozik a tanítónak ez a szelíd alázata, amellyel minket is tanítani akar, nem uralkodni, nem úgymond királykodni, mint amit a világ próbál róla lefesteni, hanem épp ellenkezőleg. Ez az alázatról, az atyának arról a képéről szól, aki oda megy a kisgyermekhez és megsimogatja, bátorítja őt abba, hogy keljen föl, kezdje újra, induljon el az úton,
és az a bátorítás az, amely úgy gondolom, hogy leginkább a szellemi hagyatékához tartozik, hogy bátran merjünk kiállni az igazság mellett, bátran merjük megőrizni az értékeinket, mint egy atya, aki mindig a régiből is új kincseket hoz elő, azokat megőrizni a jövő generációk számára, hogy akár a liturgia szépségében, akár a szent zenében tudjuk őrizni azt a hagyatékot, amelyet az egyház nekünk adott, vagy éppen az ő elődei nekünk adtak, és hogy mi is tudjuk ezt tovább vinni és hordozni, mint ahogyan tényleg ugye rá lett parancsolva erre a macira is, hogy fogja meg azt a puttonyt, és vigye tovább mindazt a málhát terhet, amely magát a kincseinket is rejti. Bálám szamara, vagy a medve, vagy a... Számodra, kedves Márk, így a lelki kincsekből mi az, ami különösen ragyog? Mert említettem a Space Alvit, ami segíte a világlátásomat, és segítette így kitágítani és helyre tenni. De általánosságban azt tudnám mondani, hogy én is ugye a II. János Pál alatt felnőtt, az egyházba benőtt generáció vagyok, hogy II. János Pál pápa alatt megtapasztalhattuk a hit szépségét. Milyen szép dolog az egyházban lenni, milyen lelkesítő. 16. Benedek pedig arra koncentrált, és azt tanulhattuk meg tőle, hogy miben is áll ez a hit, mi a hitnek a tartalma. Tehát ezt a lelkesedést, amit előde felszított az egyházban, és különösen a fiatalokban, azt ő megtöltötte tartalomhoz jó tanár módjára. És talán ez a legfontosabb öröksége. Nekem különösen tetszettek a vasárnap déli kisbeszédei, az úrangyala beszédei. Ezek olyan kis homiliák voltak, 5 perces homiliák. Tudjuk, hogy 5 perc homilia az még Istentől van, a többi az úgy. Olyan gazdagok, olyan tömörek mindig az adott evangéliumra koncentrálnak, és abból egy gondolatnyi aktualitást mindenkinek csak ajánlani tudom, aki el tudja olvasni, magyarul nem nagyon jelentek meg, de nagyon hasznos lelki táplálékul tudnak szolgálni. Amit még itt szeretnék esetleg megemlíteni, hogy számomra az is megdöbbentő volt, amikor, hát ugye itt meghalt december 31-én, szóval tipikus Benedek pápa. Mindannyian készülünk a szilveszterre, készülünk arra, hogy mulatni menjünk, végre szórakozzunk, és akkor megy el. Akkor nem ráfigyel a világ. Persze odafigyelt rá, de annyira jellegzetes ez a benedeki hát egész életműre, hogy nem azt akarta, hogy az ő személye álljon ott az előtérbe, hanem foglalkozzunk mással, nem az ő személye fontos. Egyébként pedig, hát ugye az szilveszter napja az egyébként Szent Szilveszter pápának az ünnepe, akinek a pápaságát így történelmi kor szempontjából lehet párhuzamba hozni. Mégpedig milyen szempontból? Ugye Szilveszter pápa volt az, aki az egyházra ráköszönt vallásszabadságnak az idején dolgozta ki az állammal való helyes együttélés és együttműködésnek a módját. Előtte ilyen nem nagyon volt az egyház életében. Erről híres ugye első Szilveszter pápa. Ugye szokták negatívan emlegetni a konstantini egyházat, ugye, aki a Konstantin által biztosított igen, jogokat és előjogokat is élvezte és megszervezte az egyháznak az intézményi rendszerét, és ebből fakadt aztán a világi hatalom gyakorlása és később. Most Benedek pápa pedig neki az egyik fontos tanítása, fontos elképzelése az éppenséggel arra irányult, hogy az egyház hogyan találja meg a helyes együttműködést a mindenkori, illetve hát a jelenkori világi hatalommal, az állammal. Ugye ő azt mondta, hogy meg kell találnia az egészséges laicitást. Az egészséges laicitás az, amikor az egyház és az állam persze különváltan működnek, ugye a II. Vatikáni zsinat is ezt a kölcsönös autonómiát megfogalmazza és leszögezi, és alapvetően ugye a modern nyugati alkotmányok is ezt az állam és az egyház elválasztását, ugye sokszor elválasztásnak mondják, fontosnak tartják. De Benedek pápa volt az, aki mindig rámutatott, hogy
ez az elválasztás nem azt jelenti, hogy az egyházat a társadalomtól el kell választani, sőt nem szabad elválasztani, mert az egyháznak és az államnak is a küldetése ugyanazokhoz az állampolgárokhoz, ugyanazokhoz az emberekhez szól. És éppen ezért együtt kell működniük azért, hogy jobbá tegyék ennek a közösségnek, a rábízottaknak az életét. Ez az egészséges laicitás, amit ő nagyon fontosnak tartott az államokkal való kapcsolatába, ezt már bíborosként is kifejtette, pápaként meg aztán még többször rámutatott ennek az aktualitására. Egyébként kicsit az, amit a magyar alkotmány is megfogalmaz, a különvált működés, állam és egyház az a különvált működésétől és a közösségi célokért való együttműködéséről. És a szerintem az egyik legfontosabb ilyen beszéd sorozata ebből a szempontból nézve Benedek pápának az az volt, amit a Regensburgi beszéddel kezdve egészen a berlini Bundestagban elmondott beszédéig tartott, minden év szeptemberében tett egy európai utazást. Bécs, Prága, ugye Regensburg és Berlin, Párizs és London voltak ezeknek az állomásai, és ott mindig tartott egy ilyen egyetemi jellegű beszédet, vagy az állami hatóságok értelmiségiek előtt mondott egy beszédet, és az mind erről szólt. Elsősorban egy európai fókuszú beszéd arról, hogy a mai nyugati társadalomban hogyan kell az egyháznak élnie, illetve a kettőnek egymáshoz viszonyulnia. Ezt meg egy fontos szellemi és lelki örökségének tart. Köszönöm szépen, kedves Márk. A beszélgetésünknek a vége felé tartunk már, egy szűk perc van még hátra. A beszélgetés elején szóba került, éppen Palánki püspökkel beszélgetve, az egyik könyve, a Mustármag reménye, Ratzinger. Ennek akkor még ugye teológia tanár volt, én meg teológiát tanultam a 70-es évek elején, és én nagyon beleszerettem a könyvbe, úgyhogy ezt hétről hétre az új embernek fordítottam, a Mustármag reményét. Szóval nekem valahogy az első élményeim épp a teológia tanulás éveiben voltak nagyon meghatározóak Benedek pápa részéről, és nagyon örülök, hogy most így emlékezhetünk róla, és beszélhetünk róla. És azt szeretném talán így záró gondolatnak, hogy aki valóban hívő, és hát ebben méltó igyekszik lenni Benedek pápának a lelkiségéhez, akkor hát az a mondat, hogy az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az ő neve. Tehát, hogy tulajdonképpen egy nagy hálaadás, a búcsúzás a temetéskor, köszönet elfogadva is, hogy ki meddig él, van, aki hosszabb, van, aki sokkal kevesebb ideig, és az abban is meglátni azt, hogy az Isten tudja, mit csinál. Tudja, hogy minden emberi életet nem egy rövid idejű ajándék, hanem az örök életnek a ajándékában adja, és így ezt a beszélgetést is majd egy nagyon rövid hálaadással zárjuk be. De előtte még hadd említsem, hogy tehát a mai gyászszertartást este 8-tól meg fogja ismételni a televízió, ha valaki esetleg még egyszer is meg akarja nézni, az sem lenne felesleges, de hogyha valakinek nem volt módja, akkor megtegye. Aztán, hogy holnap Vízkereszt ünnepén 10 órakor lesz majd az EVTN-en közvetítés Rómából, a Szent Péter téren urunk megjelenésének az ünnepi alkalmából, tehát holnap 6-án 10 órakor, és aztán vasárnap pedig 8-án 9 óra 30-kor, tehát egy fél órával előbb lesz majd a Sixtusi kápolnából urunk megkeresztelkedésének és gyermekek megkeresztelésével az ünnepség, de közben is lesz egy nap. Szombaton viszont Mária nap van, ugye első szombat lévén, és szeretettel invitáljuk a kedves testvéreket Bercelre, a Szent Péter és Pál templomba, illetve a tévéképernyők elő, hiszen délután 3 órától irgalmasság rózsafüzéren, illetve keresztúti áltatosságon veszünk részt, aztán pedig rózsafüzér imádság lesz 4 órától, illetve 5 órától pedig Szent Mise a Bercei Szent Péter és Pál templomban, illetve utána körmenet a hordozható Mária kegyképpel. Szeretettel invitálok mindenkit Bercellen is,
azokat is, akik a környékemen, esetleg a plébániákon laknak, nyugodtan jöjjenek be a Máterbe. Azok is, akiknek kicsi utazás kell, azokat is invitálom oda, illetve a kedves nézőket pedig, hogy ebbe is kapcsolódjunk bele. A Szent Misében is 16. Benedek pápáért fogunk imádkozni, illetve nyilván kapcsolódunk a békért való imádsághoz is, amely szintén úgy gondolom az ő pápai művéhez is kapcsolódik, és ezzel együtt a szűzanyát kérjük. Köszönjük szépen a kedves nézőknek, akik velünk tartottak a beszélgetésben. Reméljük, hogy tényleg a Szent Benedek pápa üzenete, abban való megerősödés, a hitünkben való megerősödést szolgálta ez a beszélgetés is. És akkor egy Isten dicsérettel fejezzük be az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.